Elszigetelés. Elkezdi kritizálni, becsmérelni az áldozat családi, baráti köréhez tartozó személyeket, főleg azokat, akikkel az áldozat mélyebb, közelebbi kapcsolatot ápol. Megpróbál rámutatni, hogy azok megbízhatatlanok, ilyen vagy olyan okból kerülni kell, távol kell tartani őket. Rejtett megfélelmítés, aggodalom gerjesztése. Fondolatos módon igyekszik áldozatában fenyegetettség, félelmi érzést előidézni, fenntartani. Túlzásokba esve negatívan vázolja fel a körülményeket, bizonytalanságot generál, pánikot kelt, manipulatív visekedésével nyugtalanságot tart fent. Célja, hogy áldozatában szorongást, aggodalmat keltsen. Mind ezt sok szó apró elejtett célzások által teszi, és mikor látja hatásoságát, előadja magát, próbálja csitítani a kedélyeket, mondva, hogy ő majd mindent megold elintéz. Nem kell agodni. A lényeg, hogy ezáltal ő kerül a központba, és csakolhatja hatalmát, az áldozata felett. Szabotázs. Meghiúsít, meggátol olyan eseményeket, amik az áldozat számára fontosak, sokat jelentenek, mint például ünnepnapok, nyaralások, szabadidő vagy más programok. Ilyenkor mindig előre meg kell beszélni vele, egyeztetni. Közben ő mindig talál valamilyen kifogást. Ezek az események belezavarnak az ő terveibe. Vagy épp beteg lesz, hirtelen más tenivalója van. Időszakos megerősítés. Rendszerint átvált bizonyos visekedési formákon. Hideg, meleg, például szeretetteljes, majd visszafogott, hideg vagy kedves vicces, majd duzzogó, mogorva lehet. A jó időszakban figyelmes, érzéki, elismerő, ajándékozó kedvű lehet, majd hirtelen semmilyen előjel nélkül átválthat. Büntető formája magatátást addig folytatja, amíg az áldozat megnyilvánulása bizonytalan, alarendelődő, alazatos nem lesz. A váltakozások hatására az áldozat állandóan készenlétben áll, reménykedik és várakozik. Az egész lénye, gondolatai, tettei csak a bántalmazója körül forognak majd. Ezért hajlamos lesz sok mindent elfogadni és úgy visekedni, ahogy azt a bántalmazó elvárja.